Üdvözlök mindenkit a második Reformkor Alapítvány mai Pilvax estjén, ami egy estig a forduló délután lesz majd. És azt a kérdést fogjuk körüljárni, hogy elkerülhető lett volna az orosz-ukrán háború, illetve próbálunk majd kísérletet tenni arra, hogy egy újfajta megközelítésből vizsgáljuk ezt a felelősség kérdést, ami gyakorlatilag már egy hónapja uralja az esemény körüli párbeszédet. Ebben a témában segítségemre Balogh Gábor, az azonnali publicistája lesz. Sziasztok! Illetve Stumpf András, a Válaszolnál főszerkesztője. Nem. Újságírója. Oké. Szóval február 24-én tört ki az orosz-ukrán háború. Itt most nagyon röviden arra lennék kíváncsi, hogy ti hogyan fogadtátok ezt a hírt. Ugye hajnal 3-4 körül vonultak be az orosz csapatok Ukrajna keleti részére. Én pont akkor ébredtem egyébként, és real-time-ban követtem azt az esemény sorozatot, ami ugye a mai napig velünk él együtt. András, te hogyan reagáltál elsőnek azon a február 24-i reggelen, amikor meghallottad ezt a hírt? Mindenkinek voltam, és nem tudtam aludni, úgyhogy ébren voltam még hajnali 3 és 4 között, amikor ez kijött, és hát ez lehet, hogy már valamilyen újságíró betegség, nekem egyből Bajer Zsolt jutott eszembe, aki néhány nappal korábban nagyon nagy hangon közölte, hogy azt a hülye is tudja, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát. De ettől függetlenül az, hogy ez így most tényleg megtörténhet, hát az mindenki nekem ilyen... Nem mondhatom azt, hogy én ezek számítottam rá, és pontosan tudtam, hogy most fog bekövetkezni. Bár Rácz Andrással beszélgettünk egy nagyot a Válasz Online podcastjában, nem sokkal korábban, egy-két héttel korábban, aki nagyon pontosan elmondta, hogy ez most miért nem lett olyan, mint az elmúlt évek csapat összevonásait. Ő elég jól értve ahhoz, hogy pontosan értse a csapatmozgásokat, hogy milyen erőket telepítenek hova, és ő kifejezetten azt mondta, hogy ez nagyon úgy néz ki, hogy nem, ennyi erőt már nem telepítesz meg ilyen erőket a határmenti sávra, hogy azokat nem akarod bevetni, mert egyszerűen nem éri meg odavinni, meg aztán visszavinni, csak azért, hogy mutogat, az jóval kevesebb is elég. Tehát ő már felhívta a figyelmet valamennyire, hogy ez bekövetkezett. Ettől függetlenül az, hogy hirtelen újra a 20. században találjuk magunkat, hogy véget ér a 21. század, nem 22. hanem a 20. kezdődik el újra, vagy annak a közepén vagyunk, egy másodperc tört része alatt, hajnali 4-kor, egy 100 évet visszaugrunk, vagy 70-et, az azért nagyon durva időutazás volt, és egy ilyen asztal. Gábor? Hát lehetek ellentétben, hogy az igazak álmát aludtam, akkor ez hajnalban megindult, tehát én jó pár órával később értesültem róla. Milyen nekem is beugrott Bajernek, meg jó néhány megmondó embernek ezek a vaskos érzelődései. Azt tegyük hozzá, hogy azért ennél sokkal cizellátabban, meg sokkal normálisabban megfogalmazva, azért jó pár szakértő is elmondta, hogy nem érzi ezt valószínűnek, meg nem, csak nem, igazából ez a csak nem élet. Érzés volt szerintem az előtte levő napokban, amit egyébként szerintem nem csökkentett, hanem növelt az, hogy az amerikai kormányzat ugye több alkalommal is elmondta, hogy most fog megindulni, amivel gyakorlatilag belesétáltak egy pofon erdőbe, hiszen világos volt, hogyha előre megmondod, mikor fog, akkor nem akkor fogják, és akkor legalábbis addig, ameddig meg nem indul valójában, addig egy kommunikációs hátrány helyzetbe kerülsz, hiszen te előre megmondod, aztán nem történnek mégis. Voltak ilyen cinikus viccelődései is a Kremlnek ezzel kapcsolatban. Nyilván ez abban a másodpercben nullázhatott le, hogy az első orosz katona valóban átlépte a határt. Hát azért én nagyon nem beszélnék arról, hogy bármilyen pofon erdőbe az amerikai ember leszállottak, ők voltak az egyetlenek, akik megmondták, és nyilvánosan is megmondták, hogy lesz háború, le fogja rohanni Ukrajnát, ők voltak, akik felajánlották. Ez időpontot is mondtak. Hát talán, hogy kicsit kitolják a dolgot, és lehet, hogy ez sikerült is. Szóval pofon erdőnek ezt semmiképp nem nevezném, főleg, hogy beajánlották Zelenszkijnek, hogy elviszik onnan, mert tényleg jön a dolog, nem maradjon ott, stb. Tehát, hogy igen, az apcsi hírszerzés volt a legügyesebb az összes szakértő, meg a magyar, meg az izéhez képest, meg hozzánk képest. Ők nekik volt igazuk, szóval ilyenkor azért végképp nem emlékes, hogy pofon erdőt, mikor nekik igazuk volt, nekünk már nem. Késleltetés szempontjából lehetett jó az, hogy előre megmondták, hogy mikor. Szerintem ez a közvéleményben akkor egyébként, akkor ameddig nem indult meg, a támadás nem jött jól ki. Utólag igaz, hogy van egy naugyéjük, az biztos. Én azt szinte biztosra vettem egyébként, hogy orosz támadás lesz. Nem ez volt számomra a kérdés. Hát, nem azért vonok össze csapatokat, hogy azokat üdüljenek egyet, és aztán hazamenjenek. Hát ez hadgyakorlatnak már nagyon-nagyon-nagyon durva volt.
meg nem ekkora hadgyakorlatok nincsenek. Na most, ami megdöbbentett engem azt, hogy akkor döbbentem meg igazán, amikor még aznap délelőtt vagy a kora délutáni órákban jelentették, hogy Kijev mellett már egy desszant egység elfoglalt egy repteret. Ez volt az első jelzés, és támadra a kalapácsos ember így jött meg, hogy jó Isten, hát akkor nem arról van szó, amiről még a legpesszimistábbak is legfeljebb gondoltak vagy gondolkodtak, hogy a kelet-ukrajnai résznek azokat, ugye már előtte bejelentették, hogy elismerik ezeket, tehát lehetett számítani erre, hogy ezeket az úgynevezett népköztársaságokat, ezeket kiegészítik az egyébként közigazgatási határokig, mert ugye ezek úgy kiáltották ki önmagukat, vagy kiáltották ki őket Moszkvából, hogy a megye határon belül. Én maximum erre számítottam is. És nagyon rossz rémámaimban esetleg azért ott volt, hogy Mariupolt még megtámadják, meg egy-két környékbeli részt. Azt, hogy Kijev ellen is támadás indul, és ezáltal lényegében az ukrán kormányzat megdöntése és lényegében az ország megszállása következik be, tehát mondjuk nem támadás, hanem invázió indul, az engem teljesen ledöbbentett, és egyébként én ezt a mai napig nem értem teljesen. Vannak elképzeléseim, de nem értem. Ugye amint elkezdődött az egész háború, mindenki elkezdett felelősöket keresni, hogy hogyan jutottunk ide. Kézenfekvés nyilvánvaló volt Oroszországot egy az egyben kibáztatni, amit nyilván el is lehet fogadni természetesen, mert hiszen ő támadott meg egy országot. De azért érdemes szerintem kicsit árnyalni és foglalkozni azzal, ezzel a kérdéssel mélyebben, és akár más komponenseket, akár rendszer szintű magyarázatokat keresni erre a kérdésre, hogy ki a felelős, mert talán nem lehet ennyire leegyszerűsíteni ezt a kérdést, hogy csak és kizárólag Oroszország. Gábor, te hogyan látod ezt a kérdést? Igen? Nem jó. Szerintem tévedsz, ez most kevés kérdés van, amikor tényleg le lehet egyszerűsíteni a dolgokat. Ez például az. Itt most, nem is Oroszország, itt Vlagyimir Putyin a felelős. Az ő Gábor által sem értett logikája szerinti, még azt szerintem még a saját hatalma szempontjából is teljesen logikátlan elmebetegség határán álló, csak mivel ha valaki diktátor lesz, és gyakorlatilag kiiktat mindenféle ellenállást az országába, az ellenzéket börtönbe zárja, mint ahogy a Putyin, civileket betiltja, tehát minden ilyesmit megcsinál, akkor nincs, aki szóljon neki, hogy figyelj, haver, ez nagyon-nagyon szar ötlet, és neki terjeszkedni kell. Ilyenkor, hogyha valaki egyeduralkodó lesz, akkor bizony előfordul, és már előfordul a történelemben, hogy az ilyen nagyzási hóportjai, hogy ő akkor 70 éves lesz, és akkor neki a nagy élet célja, az orosz birodalom, Szovjetunió meg újra teremtése, az neki a nagy feladat, de már ketyeg az óra, ki tudja, mennyi idő van hátra, neki ezt most feltétlenül meg kell csinálnia. Valójában az ő hatalma szempontjából semmi szüksége nem volt rá, hiszen a Föld bolygó legnagyobb országát uralja a diktátorként a csávó x éve. Tehát, hogy ő ott az ő hatalma megingathatatlan. Mondom, bezárja a Bölibe, meg plutóniummal kinyírja, meg mindenféle ilyen volt szovjet mérgekkel kinyírja azokat, akik az ellenzéket képezni. Elüldözi az országból jobb esetben. Ott belülről nincsen fenyegetettség. Külső fenyegetettség, és akkor itt ez az ilyen sejtetés, amit moderátorként abszolút dolgot így eljárni, tehát tök jó, és a provokáció kifejezetten díjazom mindenféle moderációban is szoktam erre törekedni, de a valóság az, hogy külső fenyegetettsége sem volt semmilyen Putyinnak. Tehát az, hogy egyébként még akkor is, hogyha esetleg mondjuk Ukrajna NATO-tól akarna lenni, mint ahogy egyébként szegény ukránok azok akartak lenni, mert kicsit jobban éreznék magukat egy nyugatos demokráciában, még akkor is, hogyha annak a ukrán változatában, mint ahogy itt a magyar változatát próbáltuk megvalósítani, inkább kevesebb, mint több sikerrel, de mégiscsak azért valahogy ebbe a körbe tartozva, jobban szeretnék azt a világot, mint a putyini világot, amit jól ismernek, látnak, meg látják a másikat is. A Putyinnak az, hogyha egyébként NATO-tag lenne Ukrajna, az azt, hogy megtámadják. Senki nem támadja meg Vlagyimir Putyin, meg Vlagyimir Putyin Oroszországát, tekintve, hogy kettő hadseregje mindenkinek van, és az pont elég ahhoz, hogy belássuk, hogy a csávónak atombombája van. Az meg rohadt veszélyes fegyver. Ezért aztán nem tök mindegy, ezelőtt 100 évvel, ha tényleg megnézzük, akkor tényleg fontos volt az, hogy a mellettem levő országban bejönnek-e valamilyen fegyvernemek, akkor azok akkor el tudnak-e már lőni hozzá, de bocsánat, sokkal közelebb már most is van ugyebár orosz NATO határ, nem tudom, valaki észrevette, hogy például Észtország, az határ, van meg, tehát
de meg lehet azt csinálni, hogy belősz onnan, még közelebb is van. Még közelebb is van egyébként, mint mondjuk Kijevből. És hogy elfoglalja Ukrajnát, akkor ismét lesz NATO határszabály. Ráadásul akkor is van egy csomó NATO határ, így van. Tehát ez egyszerűen egy teljesen fals logika, nem is logika ez az őrület maga. Pontosabban egy ilyen birodalmi gondolatnak a kiteljesülése, egy lelki dolog, abszolút nincsen semmiféle racionalitása, külső, tehát nem a nyugat semennyiben nem felelős azért tekintve, hogy nem fenyegette Oroszországot, az ég egy adta világon senki. Azt, hogy Ukrajnában mi lesz, mert ne tekintsünk már, hogy az a Putyinnak vagy az Oroszországnak kell megmondania, ennyire be tekintsünk magunkra is úgy, hogy akkor azt is a Putyinnak kell megmondani, hogy nálunk mi legyen. Na, ezt szórakozzunk meg. Nem, hát az egy független ország, aláírta még a Putyin is egyébként, nem csak az elődei, hogy ez egy független ország is garantálva vannak a határai. Ukrajna átadta a teljes atomarzenálját Moszkvának, tehát nem ingyen kapta a függetlenséget, hanem volt egy deal, amiben elég sok mindenről mondott le, rohadt sok atomról, amit szépen átszállítottak a Moszkvába. Tehát, hogy meg nem, az egész nyugatnak ebben konkrétan nulla felelőssége van, ez a csávó, ez egyszerűen, hát ez van, hogyha a rusz medve megint nagyra nő, és nagyon nagyra nőni, hagyott, hogy behálózza a Európát. Az oligarchák addig tök jók, amíg nálad vedelnek, meg azért, amíg etetik a pártodat, és aztán mondjuk már elnézést, bocsánat, Baró Gábortól, meg a környezettől, Volna Gábortól is a távol létében, de amikor legitimálod azt, amikor Putyin el akarsz szakítani egy krímet, és oda küldesz EU-sként egyedüliként megfigyelőket, és akkor ezzel gyakorlatilag bátorított, tehát ezt hagyod, akkor annak ez lesz a vége. Legfeljebb annyiban hibás nyúlt, hogy nem törölt el a földszínéről a francba Putyin, hogyha eltörölte volna a francba Putyint a földszínéről, akkor most ez a probléma nem lehet, hogy nem indított volna háborút, nem lenne. Ennyiben felelős, semmi többen. Civilizáció se lenne, mert Vladimir Putyin tudnád volna eltörölni, hogy valószínűleg világháborút kellett volna indítani. Nyilván annyit nem ért meg, ezért nem törölték el. Na itt a... És ez a feloldatlan probléma most... Ennyit tényleg nem ért meg, és ezért nem törölték el. Tehát ennyit tényleg nem ért meg, ezt tudjuk. De itt semmi nem ér meg, ez a probléma. No, én ketté választanám azt, hogy mi a felelősség, és mi az út idáig, mert az nem ugyanaz. Tehát felelőssége egy háborúban egyedül annak van, aki azt a háborút elindítja. Ezt a háborút Vlagyimir Putyin indította el, ezért a háborúért kerek 100%-ban Vlagyimir Putyin a felelősebben is vitatkozunk. De ez egyértelmű, hogy egy háborúnak az elkezdése az, amennyiben nem kölcsönösen támadják meg egymást a felek, ami azért baromi ritka szokott lenni, az annak a felelőssége, aki elkezdi. Ez egyébként ennél sokkal durvább helyzetekben, ahol sokkal jobb az emberek álltak, egymással szemben ott is igaz. Hát például a második világháborúban a Szovjetunió és a német birodalom közötti háborúnak egyetlen felelőse van Adolf Hitler. Attól függetlenül Sztálin még egy rohadék. De erről van szó? Nem ő támadott. Ennyi. Ha ő támadott volna, lehet, hogy igen, akkor meg ő lett volna. Tehát itt a felelősséget ezt én arrébb tenném azért, mert ez egy nagyon tiszta történet. Az, hogy jutottunk el idáig, az meg egy másik kérdés. Mert azt gondolom, hogy az viszont nem igaz, hogy ez a feszültség, amely elvezetett odáig, hogy Putyin nagyjában ennek a háborúnak a gondolata megszülethetett, az viszont szerintem tehát ebben a folyamatban volt része Ukrajnának, és volt része a nyugatnak is. Ez nem felelősség. Mivel egyik sem Ukrajna nem gondolta, hogy ebből háború lett, sem a nyugat, mert azt gondolták, hogy Moszkvában legyen ennél felelősebb, és éppeszű csávó ül a csúcson. Tehát nem ez történt. Most ha az utat nézzük, akkor meg ilyen uralmat kell gyakorolni, hogy meddig menjünk vissza. De én azt gondolom, hogy ugye az alapvető nulladik probléma ebben az egészben az, hogy meg kell nézni, ki milyen helyzetben van. És ebben Oroszország helyzete az, hogy Oroszország az egy birodalom. És birodalmi logikával gondolkodik. A birodalmak vezetése azért egy rohadt nehéz dolog, mert egy birodalom az vagy birodalomként működik, vagy fönnáll a veszélye, hogy sehogy. Ezért nehéz és veszélyes birodalmakat vezetni. Ez szerintem egyébként az Egyesült Államokra is igaz, bizonyos tekintetben Kínára, de még a franciákra és a britekre is valamennyire igaz, hogy ezek az országok, ha nem viselkednek birodalmakként, vagyis nem próbálnak és nem törekednek arra, hogy saját magukon kívül más országokra is hatással legyenek, akkor ezeket az országokat folyamatosan az a rémkép fenyegeti, hogyha teljesen kivonulnak a világból, akkor maguk lesznek fenyegetve.
Amerikában ez egy 100 éves vita, és mindig az izolacionisták vesztenek rajta, mert mindig azt mondják, hogy gyerekek, el lehet zárkózni a világtól, a világ akkor el fog jönni ide, és akkor baj lesz. Mert Amerika a maga tehetetlensége erejénél fog olyan baromi nagy, hogy valami hatást kell gyakoroljon a világra, mégpedig olyan hatást, ami egyrészt Amerikának jó, ez a cinikusabb megközelítés, az idealistán pedig az, hogy a világnak is lehetőleg legyen jó. És akkor ezt a potmétert tologatják körülbelül 100 éve Amerikában, a teljes idealizmustól a teljes cinizmusig, ez gyakorlatilag ez történik. A különbség mondjuk az, hogy Moszkvában azért a cinizmustól soha nem távolodott ez a Pol Péter nagyon. Tehát ott azért az idealizmus az legfeljebb Leninék idején néhány évig érvényesült, és ott is nagyon gyorsan áttolták a cinizmusba ezt. Tehát vannak különbségek. De azt gondolom, hogy birodalmi logika feladását egy birodalomként működő országtól elvárni nem reális. Akkor sem, a birodalmi logika egy csomószor nem morálisan elfogadhatatlan. És amit még hittek a helyzet, csak ennyi. Ukrajna helyzete. Ukrajna helyzete meg az, hogy ez egy olyan ország, amelyik az orosz birodalom része volt, abból kiszakadt saját akaratából, teljes legitim módon joguk volt és van hozzá, ezt senki nem vitathatja. Ez a baromság, hogy Ukrajna soha nem létezett, stb. Pont Lentár Balázsra meg Bazsó Bálintra csináltunk most egy podcastadást, pont erről beszéltünk, hogy az Ukrajna sose létezett. Ez egy teljes marhasság, ez egy baromság, természetesen létezett, hogy az ukrán nép, meg az ukrán identitás. Igen, hogy maga az ország létezett, az egy dolog. Ezek szerint Lengyelország is volt, hogy nem létezett. Na ez az, hogy így van, persze, nyilvánvaló, ezért mondom, hogy ez nem is hitás. De ettől függetlenül, hogy a Ukrajna egy bizonyos szélesség meg hosszúsági körön helyezkedik el, ami nem igazságos, mert arrébb lehetne tolni az országot 1000 kilométerrel, csak nem lehet, jelen ismereteink szerint. Tehát ők egy olyan helyzetben vannak, hogy van egy... Hova akarod te tolni Ukrajnát? Nyugatra. Nem akarsz, 1000 kilométerre nyugatra kéne eltolni. Ja, hogy és akkor... Hát akkor nem lehet, messze vannak az oroszok. Erre mondom, hogy ez nem reális, mert jelenlegi fizikai ismereteink. Nem, azt hittem, hogy itt egy határmódosítás most eszközölzi. Nem, szó nincs róla, hanem az egész országot felemelni és arrébb vinni, és akkor mindenkinek könnyebb lenne. Csak ugye ezt jelenlegi fizikai ismereteink szerint nem lehet kivitelezni. Tehát az, és ha megnézitek, hogy Ukrajna helyzetben mennyire egyedi és mennyire nehéz, akkor nézzétek meg a többi posztszovjet, és a posztszovjet alatt most csak a vagykori orosz birodalom, tehát a Szovjetunió tagköztársaságait értem. Minden posztszovjet ország valamilyen formában részesévé vált, az egyébként nem Putyin, hanem még Jelcin idején kialakítani kezdett, ilyen laza, ami nem dölt el, hogy ebből a brit nemzetközösségszerű valami lesz, vagy új Szovjetunió, de nyilvánvaló, hogy már gyakorlatilag 91-től rögtön indult, hogy megpróbáljuk ismét valahogyan megpróbálják az oroszok ismét valahogyan befolyási vezetőkbe vonni az egykori tagköztársaságokat, ebben mindegyik belement, kivéve persze a baltiakat, akiknek annyiban könnyebb dolguk volt, hogy ők viszont itt is földrajzi helyzet, meg egy csomó minden más miatt, civilizációs különbségek, gazdasági különbségek, ők át tudtak zsilipelni a 2000-es évek elejére, közepére a nyugati szövetségi rendszerbe. Az ukránoknak ez nem jött össze. És nem azért nem jött össze, mert a nyugat rohadék volt velük, nem azért nem jött össze, mert az oroszok rohadékok voltak velük, hanem mert ennek adott pillanatban nem volt realitása. Ez az ország nagyon nagy és nagyon problematikus. És ezt a nagy batyút nem akarta magára venni a nyugat. Tehát azért ez egyértelmű. 2008-ban jelentkezik először egyébként a NATO-ba Ukrajna. Milyen érdekes, hogy akkor még papíron szinte orosz barát a kormány, vagy tehát akkor éppen nem orosz barát, tehát nem annyira keményen konfrontatív, mint a 14 utániak, és van, akkor jelentkeznek szegények, és akkor elutasítják. Úgy elküldik a felé, így van. Igen, és van akkor egy nagy magyar államférfi, aki azt mondja, hogy nagyon nagy hibát követett el a nyugat. Ukrajnát föl kellett volna venni a NATO-ba, és minél előbb föl kell venni a NATO-ba, mert nem lehet tolerálni azt, amit például Grúziában is bűvelnek az oroszok, hogy gyakorlatilag a birodalmi gondolat, amely áthatja őket, az folyamatos, és annak nincs vége. És ezt a nagy-nagy államférfit, ezt Orbán Viktornak hívták. 2008-ban ő fogalmazta meg ezeket a dolgokat, hogy Ukrajna bizony hogyan kellett volna, és még mindig minél előbb föl kell venni a NATO-ba, mert ez így nem lesz jó. Természetesen aztán, hogy Magyarországon is, meg világszerte azért ennyire nem, tehát, hogy Magyarországon minden általában 180 fokot szokott így fordulni, és aztán ott találja meg a helyét. Ez a magyar miniszterelnökre is tökéletesen igaz, tehát hogy most aztán kiderül legalábbis a sajtójából, hogy gyakorlatilag az ukránok tehetnek arról, meg mit húzogatták a medve bajuszát, meg egyáltalán miért is kellett kellene. Még ezt megtérjek ki. És ráadásul, hát adják meg magukat, és akkor béke lesz.
hát ez tök jó tényleg, bemegyek hozzá, lerövök az egyik gyerekedet, ott a másikra rátartom, mert ezért az nem, hogy elé ugorjál, meg akart fogni a kezemet, meg esetleg le akart jelenni, majd leszúrjál, mert hát akkor béke lesz, hogyha hagyod, hogy mindenkit megölje, kurva nagy a béke utána tényleg, tehát hogy akkor már csönd van, nyugalom, nem? Tehát hogy ez az érvelés, ez tényleg így abszolút megy ezekben a körökben most, de bocsáss meg a nagy jellemzésed a szovjet birodalom, vagy a orosz birodalommal kapcsolatban, meg Ukrajnában csak így néhány észrevétel. Ez a birodalmi tudat, hogy mennyire erősen ott van az oroszokban, az számomra nem most lett nyilvánvaló, hanem 9 évvel ezelőtt, akkor voltam egy nagy túrán az Egyesült Államokban, mindenféle nemzetiségű újságírókkal, egyetemi emberekkel, stb. Nagyon-nagyon nyugatos, úgy nyugatos, hogy angolul remekül beszélő, okos, tényleg Amerikában találkozunk ugye egy orosz ilyen fiatal egyetemi figurával, lettünk tök jóban, és olyan természetességgel mondta, New York utcáin sétálgatva, amikor elkezdtünk beszélgetni a régiómról, csak úgy kettesben a többiek már benn voltak a kocsmában, mi később mentünk oda, tartottunk. Hogy egy orosz meg egy magyar később megy be a kocsmában, mint a többi. mi voltunk egy másikban. Na így kerek. De sétáltunk el, és olyan egyértelműen közölte, hogy hát azért nektek te is tudod, hogy igazából nektek nálunk a helyetek. Szóval, hogy ez egy ilyen... És néztem, hogy fia haver, tehát hogy 56 is megsértettünk azért titeket, nem minden. A csávó tisztában volt a történelem, mert a narratíva, mondom, ez nem egy ilyen valami meghűített vadbarom, aki... Nem, ez az orosz csúcsértelmiségnek a tagja, ez a fickó, aki tök természetesnek vette azt, hogy hát valójában most az idő kizökkent egy kicsit, hogy itt most úgy alakult pár évre, pár évtizedre, hogy itt az ilyen nyugati ízébe kerültetek, de hát ez nektek se jó. Ti igazából mi testvéreink vagytok, tehát nektek az orosz birodalomban van a helyetek. És annyira a Közép-Európában azt annyira a saját részüknek tekintik, és még akkor mondtam azt, hogy bocsánat, hogyha ez a csávó, még beszéltem oroszokkal, azok is így gondolgattak egyébként, hogyha ez a top értelmiségnek, ez ilyen kérdés nélküli, akkor ebből biztos, hogy lesz valami, tehát nem tud az lenni, hogy ezek valamikor ne akarják megcsinálni. Ez magyarázza a Putyinnak, hogyha egy ilyen nemzettudatban, vagy birodalmi tudatban ennyire benne az ukránok rólad, akkor később átadmogatok azt mondani. Annyit akartam csak, hogy amikor Alexej Navalnyit kérdezték Putyin bűneiről, akkor ugye hosszan tudta sorolni, hogy hogyan tette tönkre Oroszországot, hogyan csinál diktatúrát, stb. Még arról is beszélt, hogy eltávolodott a nyugattól, stb. És amikor föltette a kérdést, látok ebből a miért naiv a nyugat, hogy és akkor ugye a Krímet visszaadnánk, és akkor a Navalnyi majdnem ráborította az asztalt, hogy szó nem lehet róla. Tehát, hogy azért mondom, hogy az egész értelmiségük ilyen, és ezt lehet nem szeretni, mert én például nekem hideg kirász tőle, hát magyar vagyok itt, ezen a szélesség és hosszúsági fogon élek, utálom, hogy ez van, csak ezt nem fogod tudni megváltoztatni. Ezt úgy tudod megváltoztatni. De az nem érti, hogy nem tudod megváltoztatni arra, hogy ne is próbáld megváltoztatni. De nem az az ő gondolkodásokat, hogy ne hagyd őket eljönni ide. Az arra kell törekedni, hogy álljanak meg szépen a határaiknál. Értem, csak igen, de az egész közvélemény ilyen, akkor ezt valamilyen, akkor ezt lehetett volna valamilyen formában máshogy kezelni. És szerintem a nyugat ős bűne az volt, hogy Oroszországot megváltoztatni akarta, ahelyett, hogy függő helyzetbe hozta volna. Mármint úgy, hogy ők is nyernek rajta. Tehát arról beszélt a nyugat folyamatosan, hogy Oroszországnak milyennek kéne lennie, meg hogy kéne gondolkodni a világról, meg önmagáról. Egyáltalán nem beszélt. De rengeteget beszélt, nem így, rengeteget beszéltek el, hogy ott a nyugati közbeszéd, az gyakorlatilag a 2000-es évek közepe óta arról szól, hogy Oroszország miért gondolkodik rosszul magáról, meg a világról, hogy az orosz vezetés is én ennek az állításoknak a 90%-ával mélyen egyetértek, csak szerintem ez farrahány borsó volt. De visszatérve azt akarom, mi volt az ősbűn? Szerintem az volt az ősbűn, hogy amikor a Szovjetunió összeomlott, és az oroszok elkezdtek építeni egy valamennyire demokratikusabb országot, és itt azért mindenkit emlékeztetnék arra, hogy Moszkvában a tankok elé feküdtek az emberek a 91-es pucs idején, és égették a szovjet zászlókat, és az orosz lengették helyette. Ez nagyon fontos, helyette. Ma meg együtt lengetik, tehát ez egy tragédia, hogy ennyit ment vissza az idő. Na most, én azt gondolom, hogy az, amit nyilván az orosz gazdasági és politikai elit hathatós közreműködésével, mert mindig találsz rá embert, aki közreműködik ebben, de az, hogy Oroszországot, hogy nem is tudom kifogalmazta meg, hogy a nagy benzinkút Oroszország, tehát gyakorlatilag úgy próbálták beintegrálni a nemzetközi piacgazdaságba, hogy egy underdog szerepbe kényszerítették őket gyakorlatilag, ami szerintem azért volt baromi hiba, mert ha Oroszország nyertesen tud kijönni
Például azzal, hogy azokat az oligarchákat nem Londonban itatják meg, kurváztatják, hogy kirabolták a saját hazájukat, hanem mondjuk nem velük próbálnak alkudozni, hanem egyel, csak egyel jobbakkal, akkor lehet, hogy Oroszország és az orosz közvélemény nem élte volna meg tragédiaként azt, hogy szétesett a Szovjetunió, amit még egyszer mondok, azért esett szét, mert az orosz nép megakadályozta a fönnmaradását. Igen, 91-es nem csinálni. Igazabban, de ne haragudj, ilyenkor, ilyen helyzetben valami nyakata kell mondom, így valahogy mégis találni valami nyugati bűnt, hogy akkor a rossz oligarchákat itatták, nem a jó oligarchákat itatták Londonban, mert egy-egy jobb oligarchákat kellett itatni. Nem, figyelj, azért a nép, az nem is egyébként, nem is a szegénység miatt. Mert alapvetően annak az oligarcha rétegnek, meg a Putyinnak irgalmatlan gazdagság. Moszkva alapvetően irgalmatlan gazdag. Hogyha elmész vidékre, akkor meg nagy szegénység van, de az volt mindig is, tehát nem ebben keresendő. Nem lehet ilyen nagyon egyszerű szociológiai lelki okai vannak annak, hogy inkább a birodalmi tudat az fontosabb, érted, mint hogy van-e mit enni. Tehát hogy ezért nem érti meg a nemzeteknek a működését, meg a létét az, aki csak gazdaság, meg szociológia okból. Nem a rendszerváltás, ez egy, aki ellopta az ő rendszerváltásot, az a Putyin és az oligarchái. A rohadt nagy villáikkal. Nem, ezt Jelcin kezdte el, és Putyin átvette tőle azt a rendszert, amit Jelcin érdekel. Jelcin annyira volt demokrata, mint amennyire Putyin. Én nem történelem magát akarok tartani, csak azt akarom mondani, hogy ma élnek, azok közül a Putyin és az oligarchái lopták el az orosz emberek pénzét is egyébként, nem pedig a nyugat lopta el, érted? Tehát, hogy aki felelős az országra, nem járt az országvezető. Nem járt jól rosszul a nyugat sem ezzel, de most azt mondod, hogy felelősséget keresek. Én pont az elején tisztáztam, hogy a felelősség ezért a háborúért az oroszokért. Az a kérdés, hogy azt mondjuk, hogy ki a felelős a háborúért, és akkor Putyin, te is azt mondod, hogy Putyin, és akkor befejezzük a beszélgetést. Mert egyébként ez nem vitás. De ha én azt mondom, hogy megpróbáljuk azt, hogy jutottunk el idáig, szerintem ennek igenis része ez a folyamat is. Egyébként, ha meg csak közelebbről akarom, és akkor most rövid leszek, akkor megpörgetem az idővonalat, akkor meg egyébként abban tetten érhető a nyugat, még egyszer mondom, nem a háborúért viselt felelőssége, hanem hibája, mert olyan nincs, hogy a nyugat nem hibázott semmit, tehát ezt nem vagyok hajlandó elfogadni, akkor se, ha ennél százszor jobb vezetői lennének, mert olyan nincs, hogy nem hibázik egy ekkora gépezet, de így hibáztam. És ennek az alapvető hiba az volt, hogy amikor 2014 után Ukrajna úgy döntött, hogy az Észak-Atlanti Szövetség tagja akar lenni, meg ez volt ugye az, ami széttriggerelte az orosz birodalmi gondolatot, illetve legalább adott egy ürügyet, mert ez anélkül is meg lenne, ezt én nem vitatom. Az a lényeg, hogy akkor teljesen világos volt. Ukrajna nem tud csatlakozni, csak akkor, ha a NATO fölvéve Ukrajnát a tagjai közé, azonnal megkezdi az ország területi integritásának helyreállítását. Olyan nincs, hogy fölveszi egy katonai szövetségbe egy országot, majd eltűröd, hogy annak egy részét mások megszállva tartsák. Tehát ezt a háborút és konfliktust az oroszokkal szemben a nyugat nem akarta felvállalni. Nem azért nem lett a NATO tagja Ukrajna, bármit is gondolunk arról, hogy most volt-e értelme, vagy helyes volt, vagy nem helyes volt az ukrán euróatlanti integrációt magyar részről blokkolni, nem ezért nem csatlakoztak, hanem mert a nyugat, ezt a NATO nem akarta fölvenni a tagjai közé Ukrajnát, elsősorban nem miatt a kelet-ukrajnai kérdés miatt, amiért ki a felelősség, megint csak Putyini, ezt megint nem vitatom, na de, amikor belefoglalták az alkotmányba, hogy Ukrajna a NATO tagja akar lenni, akkor valaki megszólalt nyugatról, hogy gyerekek, ezt mi nem tudjuk megengedni nektek? Szólt valaki bármit? Folyamatosan az a szöveg ment, hogy föl lesznek véve, csak majd egyszer, meg majd nem alkalmas, stb. Ez nem volt világosan és őszintén kimondva, a közvéleményben igen, publicisztikában igen, elemzői szinten igen, magas politikai szinten nem. És szerintem ez nem azért volt hiba, mert ezzel meghúzogattak az orosz medvét, nem erről van szó. Az a baj, hogy az ukrán közvéleménnyel hitették el, hogy ez meg fog történni, és elhitették egy országgal, hogy van elég lehetőség, ereje és nyugati támogatottsága, hogy teljes egészében az átmeneti helyzetéből, teljes egészében átcsilipeljen a nyugathoz. Ami pedig arról, és egy mondat még, amikor arról beszélünk, hogy egy országnak szuverén joga van ahhoz, hogy eldöntse, hogy melyik szövetségi rendszerhez tartozik, akkor ez morálisan egy támadhatatlan érvelés. De a világtörténelemben soha nem volt arra példa, hogy egy ország demokratikus vagy nem demokratikus országa bármilyen módon egy világhatalom közvetlen közelében erről világhatalmak alkuja nélkül döntsön. És most itt csak egy példát, hogy említsek, egyetlen mondat még, emlékezzünk arra, hogy amikor ott volt szocialista barátaink, a legmesszebbi szocialista és legexotikusabb szocialista barátaink, a kubaiak,
akik évtizedeken keresztül a KGST tagjai voltak, ez volt a Kommunista Gazdasági Szövetség, Varsói Szerződésben soha nem léphettek be. Mert ez volt az alap Washington és Moszkva között. Nem léphettek be. És amikor megpróbáltak, és nem is belépni, csak saját szuverén országukban orosz katonákat, szovjet katonákat beengedni, a nemzetközi jogra igenis lett volna joguk hozzá, akkor egy blokádot vontak körülöttük, ami egyáltalán nem fér be a nemzetközi jogba, és Kennedy elnök hősként volt, és van a mai napi ünnepelve Amerikában, már megakadályozta azt, hogy az oroszok olyan közel menjenek. És szerintem az amerikai logikát tekintve Kennedynek volt igaza, ráadásul, ha meg azt veszük, hogy nekünk milyen jó, hogy a Szovjetunió nem erősödött meg még jobban, akkor még nekünk is jót tett Kennedy. Mert a kubaiak erről nem tudhattak. Magyarország, tehát van itt egy ilyen ország, nem tudom feltűnt-e, ami viszont tönkretett. Mi döntöttünk. De arrébb vagyunk. Mert kicsit arrébb vagyunk, de most hogyha lehet, hogy már két perc múlva nem leszünk arrébb, mert hogyha éppen sikerül bevetni az elmebetegnek valami olyan fegyvert, ami valami poligrombolja Ukrajnát és kinyilvánítja, hogy az egész Oroszország, akkor nem vagyunk arrébb, érted? És akkor majd mi legyen? Hát sajnos a világpolitika úgy alakult, hogy most akkor nekünk is csatlakozni kell a Szovjetunióhoz újra, mert hát ilyen az élet. Nem. Az élet az olyan, hogy vagy lehet, hogy ilyen az élet. Az élet persze nem jó, vagy csomó rossz dolog van benne. De az, hogy de szerintem annak a mondatodnak van nagyobb súlya, vagy kell, hogy nagyobb súlya legyen, amit az elején mondtál. Tehát, hogyha nekünk, meg mindenkinek jár, ez nem úgy van, hogy itt a világban, miért nézzük le az ukránokat? Miért gondoljuk, hogy mi sokkal többet érdemlünk, meg jobbak vagyunk, mint ők? Ha egyszerűen úgy gondolják, hogy alkotmányban írják, hogy 70%-kal megválasztják a Zelenszkijt, aki ugye tudjuk, hogy náci, de közben zsidó is, meg szóval aztán mindent tudunk most már róla, ugye, a Kreml propagandából, akkor, és hogyha ők azt akarják, hogy NATO tagjai legyenek, akkor azt szerintem, hogy teljesen normális dolog, hogy ezt kifejezik. Azt, hogy a nyugatnak miért hibája az ilyenkor? Kifejezik ők, hogy azt akarják, felvette a NATO-ba, egyből a nyugat a Ukrajnát nem vette fel a NATO-ba. Ha hirtelen fölveszi egy nagy mozdulattal, akkor megérteném, hogy hát igen, a felelősség. De soha nem mondták azt, hogy holnap ti a NATO tagjai lesztek. Soha senki nem állt ki azzal, hogy gyerekek, oké, szuper, holnap majd meg lesz. Nem volt ilyen. Az volt, hogy hát srácok, ez nehezen fog menni, nem nagyon álltok úgy, hogy ez egy kicsit macerás, mert ott van mellettetek a Putyin is, azért tudjátok ti ezt nagyon jól, de alapvetően örülünk annak, hogy ti minket szerettek inkább. Most mi a francot mondasz, érted, hogyha valaki azt mondja, hogy nagyon bír meg, akkor mondta anyád. Azért, mert van egy nagy tesó, aki viszont nem szeretné, hogy te érzed. Minek? Tehát, hogy szerintem ez nem lehet olyat elvárni, hogy el lehet várni, de szerintem félreérted a helyzetet akkor, hogyha úgy gondolod, hogy Putyinnak a pirodalmi törekvései, hogyha az egész nincsen, akkor nem lennének. Akkor úgy gondolod, hogy van, minden rendben van, tényleg minden nagyon frankó, nincsen benne az ukrán alkotmány, hogy szeretnék NATO-tagok lenni, akkor tök jó, akkor semmi gáz nincs a gyereket minden rendben. Nem így lett volna. A fickónak, igen, a pirodalmi gondolva benne van, hogy valahogy terjeszkedett, és meg kell mutatnod, hogy a tír nagyobb, csak hogy visszatérünk egy kicsit Oroszországhoz. Nem az övé a nagyobb, hát látjuk el a villámháborújukból is, tehát hogy az a helyzet, hogy ez tényleg egy Olaszországnál kisebb gazdaságú ország. Tehát beszélhetünk itt arra, rohadt sok fegyverük van, rohadt sok atomfegyverük van, rohadt sok 70-es évekbeli fegyverük van, ami nem működik ebben a háborúban sem már, amit azt láthattuk, szerencsére egyébként, meg tankjaik, amik leroppannak, mert szétrágta a nyást, azért az csöveget alul. De hogy ez egy katonai nagyhatalom, meg atom nagyhatalom, de valójában egy Olaszországnál kisebb gazdasággal rendelkező, jelentéktelen, rosszul szervezett, kizárólag a nyersanyagaiban élő, semmiféle innovációra nem képes, még a csipeket se ők csinálják, még az okos dolgokat a fegyvereikhez is be kell szállítaniuk, tehát ez nem abban az értelemben birodalom, vagy nagyhatalom, ahogy az Egyesült Államok az, ahol még mindig van szilícium, vagy akár ahogy Kína az, ahol tényleg mindenféle fejlesztést találsz, és elképesztő, tehát, hogy mondjam, know-how van. Itt nincs. Ez egy igazi, barbár, középkori típusú katona, oda megyek, lerohanom, lelövöm, ennyi még. Tehát ez a már a putyini gondolkodás, meg ami mögötte van. És annyi, hogy ott a földgáz, meg van, meg izé, meg olaj van, tök jó, azt el lehet adni, és akkor mi finanszírozunk szépen az ő háborúját az ukránok ellen, mert nyilván nekik meg kell azért, hogy izé mégiscsak meleg legyen, bár most már elég meleg kezd lenni. De hogy nyilván, de itt egészen jól körül járt szerintem ezt a Putyin és Oroszország nézőpontját. És András nagyon helyesen szerintem megállapította ezt a szihés okát is ugye Putyin részéről, de szerintem azzal is érdemes foglalkozni, hogy miért éppen most. És van egy olyan narratíva, ami szerint a nyugat válsága
közvetlen, vagy nagyon közeli okozója lehet annak, hogy éppen most gondolta Putyin itt a 70 évéhez közelítve azt, hogy itt a megfelelő alkalom erre ezt a lépést meghúzni, és valami nagyot végíteni, hogy ő is elég kitüntetett szerepet kapjon majd a történelmi könyvekben. Ti hogy látjátok ezt a fajta magyarázatot, hogy a nyugat válsága miatt hozta meg ezt a lépést éppen most Putyin? Ugye azt látjuk, hogy a Joe Biden féle vezette Amerika meglehetősen esetlen, Boris Johnson is nem éppen mindig a helyzet magaslatán áll, ugye Németország kancellárja is nemrég távozott ugye a politikai életből, egyedüli, nem tudom, aki még talpon van a vidéken, az a francia Macron. Ráadásul két év Covid után vagyunk. Ti hogy látjátok ezt a kérdést, a nyugat válsága mennyiben okozója ennek az éppen mostnak? Egyáltalán elmondható-e ez a válság? Gábor, te hogy látod? Szerintem nem a nyugat van a válságban, hanem a világ, és az oroszok is, teszem hozzá. És az egésznek a paradoxonja, hogy az, hogy a világ válságban van, és az, hogy az oroszok is válságban vannak, ez a kettő szerintem együtt vezetett el a mért pont mosthoz. Mert az a helyzet, hogy kialakult egy olyan szituáció, ami hosszú távon nem tartható fenn, most éppen még úgy tűnt a háború előtt, hogy az oroszoknak kedvez, vagy már ennél csak rosszabb lesz, inkább így fogalmaznék. Egekben voltak és vannak az energiaárak, ez nagyon fontos. Hát gondoljunk bele, hogy minden egyes percben istentelen mennyiségű pénz folyik be az orosz államkasszába, vagy az orosz állami cégekhez, vagy oligarchákhoz, ami ebből a szempontból van a félkapitalista, félkommunista rendszerben, amíg ott van, ez majdnem ugyanaz. Tehát, és hogy mennyire vannak egekben az energiárak, ezt tényleg úgy képzeljétek el, hogy 8-10 szeresére emelkedtek, ez példátlan. Az, amikor egy ország vezetése látja, hogy nem tudunk innoválni, mert amit elmondtál az orosz nagyhatalmi, torsz nagyhatalmiság, abban igazad van. Innoválni nem tudok, gazdasági erő nincs értelemszerűen, akkor most marad a nyers erő, na de az meddig van meg? És a nyers erőt is rengeteg, de el kell, rengeteg pénz kell. És ez a pénzhez úgy lehet hozzájutni a legjobban, az egyetlen dolgot, ami igazán exportképes, az pedig semmi más, mint a nyersanyag, de abban nagyon sok van, és nagyon rá van szorulva a nyugat, még. Ez is nagyon fontos. Ugyanis minden ország, és ehhez még az a paradoxon, még Magyarország is arra törekedett a maga ilyen féllelkűségével, meg Putyinnal bizniszelgetős módján, hogy legalább valamennyire próbálja ezen a függőségen lazítani. Ugye volt szó arról, hogy a román gáz mező kitermeléséből majd vezetéket építenek itt. Ez neki nem Magyarországon mutott, ezt a románokban az amerikaiak együtt cseszték el, vagy húzták el, talán most már végre magukhoz térnek. Szóval a lényeg az, hogy mindenki próbálkozik, és nálunk csak még jobban próbálkoztak mások. Most van magasban az energiaár, néhány éven belül az is lehet, hogy már nem is lesznek ennyire ránk szorulva, az ár is lejjebb mehet, ráadásul ott van, ha a konkrétan az ukrán-orosz helyzetről beszélünk, akkor ott van egy olyan Ukrajna, ahol folyik egy társadalmi és egy katonai folyamat. A katonai folyamat az egyszerű. Egyszerűen Ukrajna piszkosul megerősödött katonailag az elmúlt években. Egyrészt sokat költöttek rá, rájöttek, hogy kell, hát eddig tényleg nem gondolták 14-ig, hogy kell, és ebben azért nagyon komoly segítséget is. Olyan fura lett volna, nem veszik észre. 14-ben rájöttek, muszáj volt persze. Szerintem az is fura, hogy addig nem jöttek rá, na mindegy. De az a lényeg, hogy rájöttek, hogy muszáj, nagyon komoly segítséget kaptak azért Amerikától, meg a nyugattól ehhez, és zajlott egy társadalmi folyamat, és ezt nézte be Putyin a legjobban, mégpedig azt, hogy Ukrajna egy nagyon gyors, rapid nemzetépítési fázisban van, a kárpátaljai magyarok ezt szívják meg, a gyors nemzetépítések mindig soviniszta jelenségekkel járnak. Ettől én nem fogok kevésbé haragudni a kárpátaljai magyarokat cseszegető ukrán hatalomra, csak az ember ilyen történik, szóval kicsit egy ilyen, hát hogy ebben is kicsit cinikus vagyok idézőjelben, mert amikor az ukránokkal szemben vagyok, úgymond érzéketlen, kicsit a kárpátaljai magyarokkal szemben is kénytelen az ember az lenni, mert a történelmi dinamika az, hogyha egy ország ilyen gyorsan kezd nemzetté válni, akkor ott mindig van egy csomó soviniszta jelenség, de ezt csak zárójelbe jegyzem meg, tehát Putyin benézte azt, hogy a 14-es részleges offenzíva, vagy bizonyos területek elcsatolása rettenetesen felerősítette az ukrán nemzeti gondolatot,
és már korábban is egyébként jellemző volt, hogy a 30 év alattiak már másként gondolkodtak, felnőtt az első generáció, akinek az égvilágon semmi köze nem volt a szovjet gondolathoz, a Szovjetunióhoz, felnőtt egy generáció, aki már iskolában is azt tanulta, hogy ukrán, ez nagyon fontos, mert a Szovjetunióban azt tanulták, hogy ukrán nyelvű szovjet emberek vagytok, ami zseniális, hogy a szovjet azt jelenti, hogy tanács, tehát ilyen tanács emberek éltek tanácsországban, és mindenféle nyelvűek voltak. Egész más dolog, amikor egy nemzedék fölnő úgy, hogy ő már ukrán. Kellemetlen dologat, és ebben is van egy kis soviniszta íz, hogy mondjuk Harkivban miért tanulja egy orosz srác azt, hogy ő ukrán. Nem biztos, hogy ez helyes, sőt, biztos, hogy nem helyes. Na de ettől ez még tény marad. Hát az a srác is azt tanulta, hogy ukrán, legfeljebb neki azt mondták, hogy orosz ajkú ukrán, stb. Ezt baromi sokan a magukénak kezdték el érezni. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt annak ellenére is a magukénak kezdték el érezni, hogy a nyelvüket egyébként ugye nyomás alatt tartotta, meg démonizálta a kijevi hatalom, meg ott ugye meg is mondtak egy csomó nyelvi jogot, ami miatt egyébként abban a Harkivban, meg abban azokban a városokban, ahol most javarészt oroszok szenvednek az oroszok támadása miatt, vagy orosz ajkúak, fogalmazunk ki, ott több tízezres tüntetések voltak ezek ellen a törvények ellen. És most az orosz tankok ellen vannak ugyanekkora tüntetések. Az orosz ajkú most már magát ukránnak mondom, mert egyszer ott él, és azt mondja, hogy ez Ukrajna, az Oroszország neked ott hazát húzzál. Így van. Mindegy, szóval ez az. Tehát Putyin nem értette ezt meg, szerintem egyébként a 2014 után a belső konfliktus Ukrajnában abból fakadtak, hogy mondjuk Lemberből meg Kijevből sem értették szerintem egyébként ezt a kelet-ukrajnai régiót, mert ők azt mondták, hogy ha Lemberben ukrán vagyok, akkor ukrán vagyok, azt mit kell szövegelnek, akkor tanulj meg ukránul, mit kell oroszul beszélni. Ezen természetesen megsértődtek az ott élő emberek, és nem is volt velük ez szép, kifejezetten aljas dolog volt, de ezek az emberek ettől függetlenül egyfajta helyi lokálpatrióta identitással is rendelkeznek, ez nagyon fontos. És másrészt meg elkezdtek valamennyire integrálódni az ukrán nemzetbe. Megjegyzem, saját történelmünkből példa, meg lehet nézni, hogy 1848-49-ben milyen nemzetiségeket néztek be, és a Habsburg döntéshozók meg mit nem néztek be. Azt nem nézték be, hogy a románoknál már van nemzetévedés, a szerbeknél már van, jól ki lehet használni. Felvidékre meg beküldték a 30 szerencsétlen szlovák gárdistát, légióst, akiket eperjese hülyére vettek az emberek, most tudták kicsodák, és ők magyarnak gondolták magukat, holott szlovák ajkúak voltak. Tehát ha valaki nem érti ezt az országot, akkor azt gondolhatta, és itt visszatérek a mérték mostra, ezt befejezem be, hogy most még ezek az emberek alapvetően nem csak orosz ajkúak, hanem orosz identitásúak is, és sétagadok lesz, virágokat fognak szórni a tankok elé. Ráadásul a hadseregben azok a besavazottak, ami a nagyszámok törvény alapján minimum minden harmadik ukrán katona orosz ajkú, mert körülbelül az ország harmada az, hogy majd ezek aztán dezertálni fogjuk, meg eldobják a fegyvert, meg stb. Nem történt meg, de ha Putyin fejébe próbálunk látni, akkor szerintem ez is fontos, hogy úgy gondolta, hogy ez még nem tart itt, de itt tart. Igen, érthető volt, mert a Krímben tényleg virágokkal fogadták szinte, szóval ott tényleg az volt, hogy de jó, hogy jöttök, aztán ugyan kamu népszavazással, még egyszer mondom, magyarok, jobbikosok által legitimált népszavazással sikerült elcsatolni, de ott tényleg nem volt ellenállás, tehát az egy sétagalop volt. Mert az megint más. Persze, de úgy gondolta, hogy hát most csak végülis 8 év telt el, az nem olyan sok, miért lenne annyira különböző, lehet egy kicsit nagyobb ellenállás, de erről, hogy totális ellenállás van, és az orosz ajkúak, meg orosz identitásúak, vagy részidentitásúak részéről is, tehát nagyon kevés az áruló. Nagyon-nagyon kevés az áruló az ukrán oldalon, tényleg elképesztő. Inkább orosz oldalon lehet azt látni, hogy azt mondja, hogy hagyjuk már ezt a francba, tehát biztos valamire szükség. Kezd repedezni ez a történet. Szerintem egyébként abban igazad van, szerintem jogos a fölvetés, hogy a nyugatnak a látszólagos válság az biztos belejátszott. Ebben nyilván az energiaár az fontosabb, de szerintem is belejátszott az, hogy hát nézzük meg, hogy került a Biden hatalomra, milyen állapotban az Egyesült Államok, aki a polgárháború közelízi, hogyha a kapitóliumi ostromra gondolunk, hát azt sem tudtuk volna elképzelni, hogy ilyen előfordulhat az elvileg. Tehát az micsoda veszteség volt már az Egyesült Államnak. Közben ugye Kína rengeteg mutatóban lehagyta, a legfontosabbakban még nem, de egyébként a rengeteg mutatóban lehagyta már az Egyesült Államokat, tehát hogy tényleg van egy látható átrendeződés a világhatalmak között. Ez
Ja, és hát persze ilyen hülyeségekkel foglalkozik a nyugat, hogy egymásnak esnek azon, hogy milyen névmásokat lehet használni, kire meg mi a tökem, és akkor hát jó, van, hát ti ez. Amikor nem mehetsz ki az utcára. Az mi? Covid. 8 után nem menj ki, maradj otthon, tehát hogy ez is egy ilyen... Lehet, hogy nyilván a Covid is megjelenített mindenkit egyébként gazdaságilag, az persze egy nehéz időszak, hogy... Úgyhogy gondolta szerintem is, hogy na hát ez az a megfelelő és utolsó jó időpont, az ő saját életkorát is ugye hozzászámít, hogy akár meddig már nem várhat, nem 20 éves terveket már nem nagyon érdemes dédelgetnie. Hogy akkor most ez a megfelelő pillanat, és szerintem viszont nem csak azt nézte be, hogy hogyan reagálnak az ukránok, és hogy az orosz ajkú ukránok is ukránnak kezdik, és hogy most megteremti a... Tehát igazából pont az ellenkezőjét érte el, mint amit akarnak, mint amire számított. És nem csak abban. Hát tényleg volt egy népesség számában tök erős, gazdasági erejében baromi erős 500 milliós Európa, Európai Unió, amely hát azért tényleg a szétesés jeleit mutatta minden szempontból. És egy pillanat alatt összerántott minket. Tehát csak minket nem. Tehát a magyar kormány ebből is kilógat nagy szabadságharcával. Tehát, hogy Brüsszellel tudunk harcolni, ugye az az igazi kemény harc, akkor mikor egyébként ilyen valódi fegyverek dörögnek itt a szomszédban. Mindenesetre, hogyha ezt nem vigyük a magyar kormány, még a lengyeleket is, mert úgy összekapták magukat, mint soha még, két nap alatt a németek, akik aztán tényleg az osztpolitikkal, ezzel az igazi nyúlós-nyálas Gerhard Schröder Gazpromba ülésével címeresíthető, de a Merkelnek is ez a jó van, csak jöjjön a gáz, szépen megoldjuk, majd az lesz a jó Oroszország politika, hogy mosolygunk, mindenki mosolyog, jön a gáz, mi fizetünk érte sokat, abban lesznek érdekeltek, hogy kapják a mi pénzünket, mindenki jó jár, így majd ezt elintézünk, ez volt a német politika alapja, a fő gondolat mögötte. Hát ez rohadt nagyot bebukott, hogy szereljük le az atom erőműveinket nyugodtan, majd akkor kiváltjuk majd orosz földgázzal. Remek ötlet, majd gratulálok, ezért építettek ugye még puszai vezetéket, de azonnal kiderült, két nap kellett bele, hogy azt mondja a német kormány, hogy nem adok engedélyt annak a vezetéknek az üzembe helyezésére, ami óriási változás. Németország mindig azért a vezető gazdasági hatalma Európának, ugye, ami tudjuk, hogy kicsi a világnak, de nagy önmagának, tehát hogy Európa mindig valamilyen szerepet betölt, és vezető szerepet pillanatnyilag. Tehát ez nagyon nagy fordulat, és szerintem ez egy baromi jó hír. Ugyanis szerintem ennek is alapvetően lelki oka van, és nem az, hogy jó emberkedett valaki, hanem egy politikus azért úgy szokott dönteni, bár Magyarországon annyira cinikus mindenki, hogy nem tudja elgondolni, hogy tényleg vannak néha olyan politikusok, akiknek így vannak ilyen értékeik, meg hisznek valamiben, és azt mondják, hogy szabadság jó, szolgaság rossz, tehát hogy mindig oda sejtjük, és sajnos általában helyesen sejtjük oda mögé a sandaságot, és hogy valami más van a háttérben. De az a helyzet, hogyha a német választópolgár, hogyha az európai polgár nem azt fejezte volna ki, hogy na ácsi. Lehet, hogy a ilyen névmás meg olyan névmás használat az most eddig rohadtul lekötött, na de az a csávóna, az tényleg a szabadság ellen megy. Hogyha nem lenne egy ennyire zseniális fickó az ukránok élén, aki nem menekül el, nem menekült volna, tényleg villámháború lett volna, két napig tartott volna a sztori. Az Zelenszkijnek a személyes, elképesztő hősiességén és példamutatásnál és kiállásán volt szerintem az, hogy nem villámháború lett ebből. Ha ebben akkor elmegyek, az összeomlik minden. Tehát ez így szokott lenni, hogyha a vezető elmegy. Az is kellett ehhez, hogy az európai polgár egyértelműen lássa, hogy mi a helyzet. Hogy van egy agresszor, aki egy független országban bemegy tankokkal, a fővárosát ostromolja, lövi rakétákkal és gyerekeket öl meg az utcán. Nem bonyolult a kép, tehát hogy de az, hogy az európai polgár a saját politikusaira, mínusz Magyarország, helyezett annyi nyomást, hogy azok ne tehessék meg, hogy továbbra is kellemesen elbízni szegetünk, ez özenbe helyezzük az északi áramlat 2-t, minden rendben van, hát ott van egy kis csetepaté, de hát volt végül Grúziában is, csecseneknél is van, hát ott mindig van csetepaté az oroszoknál. Nem így oldották meg, és az azért lehet így, mert mégiscsak van lelke ennek a kontinensnek. Magyarországnak remélem van, és remélem marad, de hogy ennek a kontinensnek van, az pont ebből látszott, hogy két nap alatt összekapták magukat. Szerintem gyönyörű. Tényleg. Ma én vagyok az ilyen cinikus gyerek. Szerintem a kontinensnek nem lelke van, hanem esze. Nem tudom, én nem szeretek belelátni a politikusok lelkébe, és addig jó, amíg nem látok bele. De túlsét. A választópolgárról beszélünk. Választópolgár... Nem a politikusról. Igen, mert a választópolgár... Annak van még. De nem két nap alatt helyeztek akkora nyomást rá szerintem, mert ez előtte még lemérték volna, még nálunk is, meg nálam is sokkal cinikusabb kutatók, meg politológusok, hogy mennyi az annyi, meg nem várták meg.
És azért nem várták meg, mert az a kontinens, mert szerintem az ebben a valóságot az elközelebb, amit Macron mondott, azért nagyon szeretek, mert az űrgépben pontosan az nagyon-nagyon kevés idealizmus van, amit én igénylek, de körülbelül ennyit viselek el, és egyébként meg egy nagyon pragmatikus figura sok tekintetben. Ugye neki volt egy nagyon jó mondása, azt mondta, hogy a NATO már-már agyhalott volt, de gyakorlatilag kapott egy elektrosokkot Putyintól, és ezzel ugye egy kicsit gúnyosan köszönetet is mondott Moszkvának ezért. Szerintem itt inkább az történt meg, hogy a kontinens arra jött rá, és ez az egész észak-atlanti világ arra jött rá, hogy a történelem nem ért véget. Arra jött rá, kettő, hogy az nem zárja ki egymást, amit én mondok meg, amit te szerintem. Okay, ez ugyanaz igazából. Igen, csak én azt mondom, hogy itt arra jöttek rá, hogy az erő, a nyers, brutális, rohadék, szemét erő, az történelem formáló kategória, és egyébként én szerintem nagyobb, ha van olyan hiba, ami viszont végképp hiba volt, szerintem a nyugat részéről, hogy erről elfeledkeztek. Óriási hiba volt, hogy a németek csak most kezdenek fegyverkezni, az egész Európai Unióban szitok szó volt ez, az egész európai, hát Amerikában nem, de az európai kultúrkörben, ha egy politikus azt mondta, hogy én szeretnék 3,5%-kal többet fegyverekre költeni, akkor másnap hippig gyújtották fel önmagukat a háza előtt, hogy meg akarja, el akarja pusztítani a világot, kórházakat építsetek ebből, meg stb. Miközben a kórházakat meg is kell valamivel védeni, ha baj van. Tehát én annak örülök ebből a szempontból, hogy nem tudom, hogy a lélekkel hogy állunk, de az ésszel szerintem egy kicsit azért most már jobban állunk, kicsit megébredtünk. A történelmet az erő mozgatja, és ez az erő nem mindig katonai erő, tehát valahogy gazdasági erő is, de az a fajta soft power, amit a nyugat azzal próbált, és lehet, hogy nem voltam egészen világos, mert iszonyú bonyolult a dolog, meg azt gondolom, hogy egy hónap múltán még talán nem is, éppen nem vagyok tisztában az, hogy mit gondolok bizonyos kérdésekről, mert annyira összetettek. De azt gondolom, hogy az a fajta soft power, hogy elmondjuk az oroszoknak, hogyan kéne élni, kínálunk egy szabadabb alternatívát, és majd azt várjuk, hogy majd az oroszok erre ráharapnak, és ez tetszik nekik. De közben egyébként kereskedünk velük, meg egyébként föntartjuk azt a rendszert. Most egy kicsit olyan szempontból ez megváltozott, hogy arra jöttek rá, hogy ez a fajta soft power, ez egy bizonyos határig működik, és a határt így szó szerint országhatára vagy kulturális határa értem, és attól keletre meg nem működik, és ott már bizonyos szempontból a hard power-t kell bevetni, és szerintem a 24. században a gazdasági szankció az már inkább hard power, mint soft, mert hiszen valójában ezzel épp annyira nyomorba tudsz dönteni egy országot, mint az szarából báznád, csak egy picit lassabban és kicsit más eszközökkel. Szóval ebből a szempontból szerintem magára talált a kontinens, erőt kell mutatni, és ezt nagyon helyén valónak tartom. Az a kérdés, és ez a nehéz ebben, hogy ha már hosszú évtizedeken keresztül összenőttünk először mi keleten, aztán a nyugat is egy része is, például a németek, ugye energiaellátás tekintetében az oroszokkal, és már pedig tudjuk, hogy a legnagyobb pénz az oroszok számára a nyersanyagok eladásából, exportjából származik, akkor most mi a bánatot tudunk tenni? Ha nagyon gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy Putyin legjobb európai szövetségese, az nem is Orbán, hanem a német zöldek voltak, akik képesek voltak megszereltetni az atom erőműveket, és nem a csodálatos csili-vili zöld energia lett helyette, hanem még nagyobb függőség az orosz földgáztól. Tehát szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, mert aki most azt mondja, hogy most rapid módon kapcsoljuk le ezt és állítsuk le, mert akkor majd megfojtjuk fel Oroszországot, az a helyzet, hogy ezt hamarabb, meg sok évtizedek óta erre kellett törekedni, őszintén igazán nagyon kevesen törekedtek rá, Magyarország sem volt köztük, de Németország sem. Ilyen nagyon lassú ízék voltak, ilyen elmozdulások, szerintem egyébként miért pont most erről beszéltünk, miért pont most állnak Putyin, mert már legalább voltak rá próbálkozások, és nem akarta megvárni, amíg sikerrel járnak, de ezek is elkésettek voltak. Ezt is felgyorsította, tehát azzal, hogy most ez a helyzet hirtelen, persze ez az amerikai jó lesz, majd jóval drágában, de majd akkor cseppfolyósított gázt akkor... Egy részét tudjuk pótolni, szóval ez egy nagyon nehéz. Nagyon függővé tettük magunkat, de ez nem így szokott kinézni. Ha van egy, pont ez a helyzet mutatta meg, hogy ha helyzet van, akkor érdekes módon, és van közös cél, akkor tudnak cselekedni. Katarra a pillanatok alatt a németek megegyeztek, hopp, utána egy EU-s megegyezés Katarral értette. Úgyhogy jelen korábban ilyen hónapokig, évekig nyúló tárgyalás sorozatok, számolgatások, több unalmas gazdasági cikkek ellenőrző HVG 86. oldal olvasatáról, hogy mi várható a katari megállapodás, hogy akkor összejönne, vagy nem a nagy
és most pedig fák, ennyi az egész történet. Igenis meg lehet oldani ezeket az ügyeket, drágább, még drágább lesz a cucc, ez te teljesen nyilvánvaló, csak hogy hát nyilván mindennek ára van. Tehát szeretnéd fenntartani azt a Putyini rendszert, vagy nem? Ezt kell kötődni. Vagy igen, vagy nem. Ha igen, akkor úgyis lehet, hogy picit olcsó lesz. Nem az van, hogy akkor ingyen van, ugye, a rezsi lehet, hogy csökken 30 forintot, vagy ehhez képest már nem, de csökkentve marad 30 forinttal. De hogy ére annyi tényleg. Ez egy hamis dilemma. Ez egy abszolút hamis dilemma. Arra próbálok utalni, hogy mennyire hamis dilemma. Most csak az a hamis dilemma, hogy itt a rezsi csökkenték, hogy amikor eladjuk magunkat 2000 forintot egy csökkentését. Én elhiszem, hogy Orbán nem 2300 forinti csökkentésről is eladja az ő maga úgynevezett becsületét, most azt adjuk. Szóval az a lényeg, hogy de valójában az a probléma, hogy sem a katari, sem az amerikai földgáz még mindig nem váltja ki az oroszt. Ez matek, egyszerűen mindig nem váltja ki. Nem véletlen, hogy mindig nem most kell kiváltsa. Szerencsére az a jó, hogy márciusban is mindjárt április, nem most kell kiváltsa. Nem csak a fűtésre használjuk. Jó, oké, de fűtésre sokat használunk, de tényleg ki kell, hogy váltsa legalább egy részét. A tárolókat el kell kezdeni föltölteni áprilisban, ez a baj. Így van, ezért kell elkezdeni az egészet. De most csinálják is. Tehát, hogy tudom, csak szerintem picit, tehát ahhoz, hogy ezt a háborút úgy torolja meg a nyugat, ahogy az oroszok egyrészt megérdemelnék, vagy ahogy egyáltalán érdek lenne, hogy tényleg akkor a gyomoros bevigyet nekik, hogy megtérreljenek, arra szerintem már vagyunk késve. Ezért ilyen ebben nem fűzök nagy reményeket. Az tök jó, hogyha hosszú távon vagy középtávon, egy éven belül, két éven belül lényegesen kevesebb pénzük lesz ebből, és majd a következő ilyen lépést ezerszer meggondolják, de ezt a lépést szerintem már nem tudja a nyugati világ annyira megtorolni rajtuk, amilyen gyorsasággal az ahhoz kéne, hogy leállítsa ezt a háborút. Olyan gyorsan valóban nem. És itt ragadnám meg azt az idézetet, hogy amit Hans Timmermans, az Európai Bizottság Kocsis Csake Olíviója mondott, miszerint az európaiak azzal segíthetnek a Vlagyimir Putyin elleni küzdelemben, ha letekerik a fűtést az otthonukban. András, szerinted tényleg ennyi jutott nekünk? Hát itt mondjuk Magyarországon könnyebb dolgunk van, hogy legalább segíteni akarunk, mert egy csomó menekült van Magyarországon, és rajta például lehet, tehát hogy szükségük van lakásra, erre, arra, ezeket így tudjuk biztosítani, hogyha tudjuk, és akkor ilyen problémák nekünk nincs, hogy ne tudnánk segíteni, hogyha akarunk. Ez meg, hagyd ne kommentáljam, szóval tényleg, most ne, tényleg. Itt viszont a cinikus politikus néző jön ki belőle természetesen, hogy hát, ja, van neki egy szavazóbázisa, és tudta, hogy azoknak ez jó fog. Ez olyan zöld, ez olyan modern, amúgy is egybevág azzal, hogy akkor védjük meg a klímát, és plusz állítsuk le Putyint, és akkor így összeért a narratíva, ezt valószínűleg kitalálták ott a szövegírói, vagy a think tank, aki dolgozik neki 10 csilliárdért per hó, és akkor megmondták, hogy ez lesz most a tök jó, mint ahogy egyébként itthon is megmondják, hogy előre megyünk, nem hátra. Ugye az a baj, Bödös mondta, hogy Vladimir sajnos előre megy, nem hátra, az a kicsit nagyobb dolog. Megint ott tartunk, hogy vannak olyan figurák, akik úgy Putyin hasznos idiótái, és nem is tudnak róla, vagy nem ezért fizetik őket. Én nem hiszem, hogy Hans Zimmermann beszervezte volna az orosz szolgálat, de ha így lenne, akkor pont ilyen szövegeket iratnék vele, mert ennél jobban nem lehet nagyon primitíven leegyszerűsíteni és baromi népszerűt lenné tenni azt, hogy egyébként középtávon megúszhatatlan dolgot, hogy valamilyen formában leváljunk, legalább részben az orosz nyers. Azért ez nagyon fontos kérdés, amit most felvetettél, hogy Putyin hasznos idiótái, akik nem tudnak róla, hogy ők éppen, meg a fizetettek, akik tudnak róla, hogy ezek milyen egészen elképesztő hatékonysággal működtek az elmúlt 10-15 évben. És itt harmadjára is utaljak arra, hogy korábban a Jobbik is ennek a része volt, ennek a párti, európai párthálózatnak, amely érdekes módon nagyon szerette Salvinitől kezdve, Le Penen át, mindig valahogy valamiért azokat támogatta, akik úgy annyira utáltak az EU-t, és kicsit olyan kis radikálisak, akkor lehetett velük valami híriget kelteni, meg mutatni, hogy káosz van. Ezt szépen pénzeltek, hogy a Kovács Béla, azt hiszem, hogy meg kell emlékeznünk itt, aki most is Moszkvában tartózkodik. Tehát, hogy én nem tudom, és nem tudok ilyet állítani ezért, hogy a Jobbik akkori vezetése hogyan tudott, mit tudott, hogy ezért nem tűnte föl nekik, hogy éppen Moszkvából ott élt, azt onnan jött és itt hoz pénzt, szóval, de hogy lehet hasznos idiótának is lenni, de attól az még idiotizmus volt. Kimenni a krímet legitimálni, Európai Unió tagjaként, az már a hazárulás kategóriájának a szélén van. Tehát, hogy nagyon-nagyon működött a putyini propaganda, nagyon sok pénzt tett bele,
nagyon sok ügynök öttett bele. Tehát erre, arra, hogy a nép jól éljen, az sosem volt igazán fontos ebben a fajta orosz birodalmi gondolatban. Nem is ilyen soha jól a nép nagy átlagban. De hogy megfelelő kémhálózat legyen, megfelelő propaganda hálózat legyen, az több fontos volt. Azok a trollok, akik Szentpéterváron konkrétan egy tök jó épületet kaptak arra, hogy rendesen milyen munkaidő bejárás, reggel 8 kártya lehúz, hogy az álhíreket, a putyinista álhíreket terjesszék mindenhol, a ti Facebookon, feedetekben is, meg kommenteljenek a minden, azokat jól megfizették ezért, de basszus hatásos. Nézzetek körül a mai magyar közvélemény. Egészen elképesztő. Tehát tényleg megy 10 év, nem tudom, 5-10, tehát több 10 évek a gyümölcsei, azok most így beértek. És borzalmas. Tehát, hogy ez konkrétan nemzetbiztonsági, meg Európa biztonsági veszély, ami ellen valamit ki kell találni, és erre még nem gondolkodtunk, hogy ez ellen mit lehet tenni, mert persze nyilván az egyik legfontosabb európai érték, meg nyugati érték a szólásszabadság, tehát hogy a francba akarod korlátozni azt, amit igazából védeni akarsz, de az, hogy fizetett birodalmi gondolatból dolgozó, a te elpusztításodra, meggyengítésedre törekvő trollok gond nélkül áthatolhassanak a mindenféle rendszereken, és a te saját népességedet beletessék mindenféle elképesztő ökörséggel, azért az tényleg nagyon-nagyon kockázatos. És az, hogy hirtelen betiltották azért a Russia Today-t, meg a nem tudom micsodát, az mondjuk nem egy, hogy mondjam, hosszú táv és jó megoldás erre, tehát ami meg is oldja a problémát. Csak egy rövid megjegyzés, hogy mennyire érdekes útjai vannak a politikának, azért mondjuk ugye az a politikus, aki annak idején Jobbikos színekbe kiment a Krímbe számolni az úgynevezett szavazatokat. Az Európai Parlamenti képviselő és az egyébként nyugatbarát fordulatot ígérő ellenzéki demokratikus összefogás oszlopos tagja, és senki sem emlegeti föl neki ezt a ballépését, tehát mondjuk azért így működik a politika nálunk is. A másik, hogy a hasznos idiótaknak egyébként két csoportja volt, és ebből te is megemlítetted a másikat is, mert az egyik az tök világos. Azok, akik valamilyen formában szerintem részben egy csomószor jogosan egyébként kritizálták a fennálló európai status quo-t, de az az érdekes, hogy miközben sokszor tök jogosan felszólaltak mondjuk az ellen, hogy az én jobboldali nacionalista szívemnek olyan jól esett, amikor azt mondták, hogy nem kell brüsszeli birodalmi gondolat, csak közben egy orosz birodalmi gondolatnak lettek a kiszolgálói, ez nyilván egy irgalmatlan önellentmondás. De voltak ám azok a formák is, akikről te is említést tettél, Schröder és a hasonló, akik nagyon jól fésültek voltak, teljes egészében a mindenkori euróatlanti fősodornak megfelelően beszéltek és nyilatkoztam, és egyébként aztán szépen kiderült általában a visszavonulásuk után, bár aki nagyon jól figyelt, az már a hatalomgyakorlásukon is láthatta, de főleg a visszavonulásuk után kiderült, hogy milyen baromi jó pozíciókat kaptak. Én azon lepődtem meg, amikor most jött a háború, és hirtelen jött az ilyen lemondás özön. És így néztem a neveket, hogy ez a csáva mit keresett eddig? És akkor ilyen legkülönfélébb kifejezetten euróatlanti barát politikai családokba tartozó egykori, sőt akár még mai figurák, vezető figurák is ott voltak. Szóval ez is egyfajta része volt ennek. És egyébként szerintem abban szempontból nincs ugyanak alatt. Az oroszok, amióta igazából foglalkoznak Európával, tehát mondjuk a 19. század eleje óta, mindig azt csinálják, hogy az európai fősodorral szembe menő formákat fölkarolják, az ilyen figurákat és az ilyen mozgalmakat, és mindig azokat támogatják meg, hogy emögött éppen az adott vezetésnek valóban van ideológiai azonosulása, vagy nincs, ez másodlagos vagy harmadlagos kérdés. Tehát ez annyira régre megy vissza, hogy a francia forradalomnak a francia emigránsait, akik olyan ultrakatolikusok voltak, hogy egyébként arról írtak, hogy az ortodoxok azok állatok, meg emberevők, meg minden, ezek az ürgék egy része a Szentpéterváron bálozgatott az emigrációban, mert az európai fősodor akkora a jakobinus Franciaország volt, és vele szembe kellett menni. És ez aztán megy tovább. Persze, hogy Oroszországnak volt ideológiai azonosulás az ellenforradalommal, később a kommunistákkal is, ugye a Szovjetunió óriási pénzt költött arra, hogy világszerte és Európában is támogassa a szélsőbalos mozgalmakat. Az a tragikomikus, hogy annyira kitettek vagyunk az elmúlt évtizedekben ennek. Ez komolyan egy monográfiát megérne, és szerintem lesokkolná ezt valaki megírná. Hogy gondoljunk bele ma, hogy a nyugat nagy ideológiai vitái azok úgy zajlanak, hogy az a radikális jobboldalból lett social justice, meg woke világ, amelynek a gyökereit
ma már tudjuk, hogy javarészt a KGB építi ki az 50-es, 60-as évet Európájában és Amerikájában, az ma, miután már uralkodóvá, vagy legalábbis domináns félé vált, az oroszok szépen oldalt váznak és elkezdik építgetni az ellentétjét. Csak a lényeg az, hogy mindig keverve legyen az arc. És most abban vagyunk, hogy gyakorlatilag két KGB által fölépített szektának lesz lassan az ilyen felvonulás terepe a nyugati közvélemény, azért ez dermesztő. Itt most a beszélgetést ezen majd tehát lezárnám, és a nézőközönséghez fordulnék, hogyha valakinek van valami témába vágó kérdése, az ne tartsa magában.